Egy, A keresztirányú méreteihez képest hosszú csavarrugó egyik végét rögzítsük mereven. A másik végét egy körhagyó segítségével egyre növekvő fordulatszámmal gerjesszük. A fordulatszámnak megfelelően álló hullámokat figyelhetünk meg. Elsőként a rugó teljes hosszán egy fél álló hullám figyelhető meg, a rugó közepén maximális kiterjedésű helyjel. A fordulatszám növelésével két fél hullámot figyelhetünk meg, a rugó közepén a kitérés nulla. A fordulatszámot tovább növelve, három, négy, majd 5 fél hullám jelenik meg a teljes hullámtéren, azaz a rugó hosszán. Figyeljük meg az álló hullámokra jellemző helyeket. Azokat a helyeket, ahol a rezgés tágassága maximális, duzzadó helyeknek, míg a nulla kitérésű helyeket csomópontoknak nevezzük.